Azzal a reménnyel ajánlom e könyvet Orbán Viktor miniszterelnök úr figyelmébe, hogy tartalma segítség lesz a realitás feltérképezéséhez. Ezt az ajánlást írta az első oldalra Elritok Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője. Szociális munkások ötlete volt, hogy a frissen megjelent kötetet elvigyék a politikusoknak. A napokban 15-en kapnak ilyen csomagot. A postás is kétszer csengett, a szociális munkás is. A miniszterelnök házánál senki nem nyitott ajtót, így a postaládába került a csomag. A feladók azt szeretnék, hogy a politikusok ne csak a szegénységről szóló hivatalos jelentéseket olvassák. A valóság amúgy időigényes feltérképezését megspórolva és kézbe véve ezt a könyvet, a politikusaink is láthassák azt a nélkülöző Magyarországot, amelyet mi azt gondoljunk, hogy enélkül, az ismeret nélkül nem tudnak felelős döntéseket hozni. A szerző Elritok Nóra 18 éve foglalkozik hátrányos helyzetű gyerekekkel és mély szegénységben élő családokkal. Szerinte nem igaz az, hogy egyre kevesebb a szegény Magyarországon. Pontosan tudjuk, mivel a családok életében nap mint nap jelen vagyunk, hogy az élethelyzetükben nem következett be változás, ugyanolyan lakhatási szegénységben élnek, ugyanolyan munkalehetőségek érik el őket, és ugyanolyan életszínvonalon, mint amilyen a korábbi években. A KSH adatai szerint tavaly a magyarok 14,5%-a élt súlyos nélkülözésben, ami kevesebb, mint amennyi a korábbi években volt. Az Európai Statisztikai Hivatal szerint viszont több mint kétszer ennyien nélkülöznek. A számok nem mindig fedik a valóságot, mondja Elritok Nóra. Hogyan csökkenhetett a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya szignifikánsan 2013 óta? Hát azért, mert akkor jött egy olyan kormányrendelet, ami újraértelmezte a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet definícióját. Kerestük a szociális területért felelős minisztériumot, hogy döntéseiknél felhasználják-e a szociális munkások és a szegényekkel foglalkozó civilek tapasztalatait, de adásunkig nem kaptunk választ.